Ugyan még nem jogerősen, de alig több mint 15 évvel a meggyilkolása után igazságot szolgáltattak egy 79 évesen megölt csépai asszonynak és családjának. A szolnoki törvényszéken 15 év fegyház büntetése ítélték első fokon az emberöléssel megvádolt tettes pár másik tagját. A büntetőügy 2022. novemberi előkészítő ülésén az elsőrendű vádlott beismerő vallomást tett, ő azóta tölti a rá jogerősen kiszabott 14,5 év fegyházbüntetését. Több mint 15 évvel ezelőtt a halál beálltát megállapító halotti szemle szerint 2008. november 20-án este 8 óra és 21-én hajnali 4 óra között Csépán a Béke úti házában hosszadalmas haláltusa után elhunyt egy 79 esztendős idősasszony. A borzalmas állapotban lévő holttest november 22-i felfedezése után a helyszíni szemle azonnal bizonyította, hogy az egyedül élő idősnőt kegyetlen kínzások után megölték. A tettes kezdetekben még nem volt tudható, hogy hány elkövető lehetett, két gyűrűvel és az áldozat füléből kitépett aranykarikával távozott. Az ügyben a Jászonykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság indított nyomozást. A bűnügyi osztály munkatársai két évig vizsgálódtak, de miután nem jutottak semmire, két év után felfüggesztették a nyomozást. A döglött aktát a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda 2020 tavaszán élesztette fel. A KR enneni nyomozói átolvasták és újraértékelték az ügy iratait, ismét átnézték a bűnjeleket. Már ekkor szembe jött velük az egyik elkövető, a most első fokon lezárult büntetőügy másodrendű vádlottja. Kiderült ugyanis, hogy a gyilkosság éjjelén polgárőrök és rendőrök megállították Csépán ellenőrizni és igazoltatni egy a településen látszólag céltalanul kocsikázó öcsedi férfit. A járőrökben mégsem kelt egy gyanút, ezért elengedték. Mint később kiderült, a bűncselekmény idején kocsijával feltérképezni indult el, leselkedik-e rá, és bűntársára veszély a környéken. Ekkor már fogva tartották, és értékei hollétéről vallatták házában az idős asszonyt. Az új nyomozás során fény derült arra is, hogy az idős asszonynál a szomszédban élő népes család egy Csávóka becenévre hallgató fiúgyermeke sűrűn megfordult a néni házában. Kifigyelte, hogy az idős asszony hol rejti az értékeit, de bebizonyosodott a fiatalról az is, hogy fél évvel a gyilkosság előtt pénzt lopott a hölgytől. Csávókát a 2008-as emberülési ügyben tanúként hallgatták ki, de ennél többre nem jutottak akkor vele. Fél évvel később, 2009 nyarán viszont életét vesztette. A mostani nyomozás során azonban feltűnt, hogy a gyilkosság tettese azokon a helyeken kutatott az értékek után, amit az a fiatalember a nő rejtek helyeiként említett a vallomásában. Ezt követően hozzá kapcsolódó személyeket kerestek a nyomozók, mondván ő lehetett a rablógyilkosság típadója. Az új nyomozás során a rendőröknek nem kellett a gyilkosság helyszínétől messze kutatniuk. A szomszédban lakó családfő veje nem más, mint a Kakas gúnynevet viselő férfi, a mostani ügy másodrendű vádlottja. Az elhunyt asszonynak a rendőrségi raktárban elhelyezett pulóverén 12 év elteltével beazonosítható biológiai anyagmaradványokat találtak egy büntetett előéletű másik öcsödi férfi DNS-ével, ez ügy elsőrendű vádlottjával. Ezek után ezt az illetőt a nyomozók sarokba szorították, és ő bevallott mindent. Azt is, hogy ki volt a társa, aki a kínzások után párnával megfojtotta a már koponya alatti vérzést és egyéb súlyos sérüléseket elszenvedő idősnőt. Az elsőrendű vádlott a 2022-es novemberi előkészítő ülésen beismerő vallomást tett. Ő azóta tölti a rá jogerősen kiszabott 14,5 év fegyházbüntetést. A másodrendű vádlott a kezdetektől fogva következetesen tagadja a bűncselekmény elkövetését. Az ő esetében indított bizonyítási eljárás most kedden elsőfokú ítélettel zárult le. Dr. Nádor Zoltán bíró határozatot hirdetett. Bűnös társtettesként elkövetett emberölés büntetében 1978. évi 4. törvény 166 szakasz 1 bekezdés, 2 bekezdés B és D pontja. Ezért a törvényszék másodrendű vádottat 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A másodrendű vádlottal szemben 20 000 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. A kiszabott szabadságvesztés beszámítja a vádlott által 2020. december 10 napjától 2024. március 12 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt.
kötelezi másodrendű vádottat 28.961.410 forint eljárás során felmérő bűnügyi költségnek felhívása az állam részére történő megfizetésére. Az elsőfokú ítélet tényállása lényegében a vádirattal egyező. Nádor bíró indoklásában kifejtette, hogy az idősasszony szomszédságában lakó csávók adott támpontokat Kakasnak, aki ötletgazdája volt a néni kirablásának, amely végül emberölésbe torkollott. Előzetes megbeszélés alapján 2008. november 20. napján a késő esti órákban, pontosabban meg nem határozható időpontban dolog elleni erőszakkal behatoltak és sértett Csépa a szám alatti családi házába, a 80. életévében járó idős sértettől pénzt követeltek, és mindkét vádott a házban kutatni kezdett annak érdekében, hogy megtalálják a sértett elrejtett pénzét. A pénzkeresése közben és több ízben ököllel bántalmazta és sértettet, elsősorban sértett arcát és fejét. A kutatás közben elsőrendű terhelt, a sértett fülőből kivett egy pár legalább 20 000 forint értékű aranykarika fülbevalót, valamint a sértett párnája alatt 1000 forintot talált, és azokat elrakta. Továbbá a szoba vitrines szekrényében 2 darab aranynak látszó gyűrűt is magához vett. A törvényszék megállapította, hogy másodrendű vádott a bűncselekmény elkövetése közben 2 ízben elhagyta a sértett házát, annak érdekében, hogy a községben szétnézzen. Amikor másodjára hagyta az ingatlant, Gépkocsival a községen belül közlekedett, a polgárőrök jelzés alapján a Kunszent Márton rendőrkapitányság munkatársai 2008. november 21-én 0 óra 10 perckor Csépa belterületén igazoltatták. Az igazatás követően a másodrendű vádott visszament a sértett házába, közölte a hogy menniük kell, mert igazoltatták. A vádottak tartottak attól, hogy a távozások után a sértett segítséget tud hívni, ezért a másodrendű vádott egy párnát tett a sértett fejére, azt ott tartotta, ezáltal elzárta a sértett légutait. Miután a sértett már nem mozdult, a vádottak a helyszínről távoztak, és autóval Öcsödre mentek. A másodrendű vádlott a gyilkosság idején azért hagyta el két alkalommal is a néni házát és ült kocsiba, hogy rövid időn belül Cserkeszőlőt és annak karaván sörözőjét meglátogatva alibit biztosítson magának. A másodrendű vádlottat a bíró kötelezte az elmúlt években felmerült 29 millió forintnyi bűnügyi költség megfizetésére is. Az ügyész tudomásul vette a határozatot. A vádlott az ártatlanságának megállapítása miatt a jogi képviselője bizonyítottság hiányában megfellebbezte a döntést, amely után a büntetőügyben a szegedi ítélőtáblán zárulhat le jogerősen. Kakas tárgyalóteremben helyet foglaló 15 fős családtagjai az ítélethirdetés után hangos átkokat szórt a bíróra és az ügyészre, valamint a vádlottat kísérő büntetés végrehajtási őrökre.